Ezt a tetőt bontotta meg a trükkös betörő. Egy drágszédi vendéglátóegységbe próbált meg bejutni május 21-én hajnalban egy 20 éves nyáregyházi férfi, ami sikerült is neki. A tetőn át a cserepek közt átbújva jutott a padlástérbe, ahol a padlás feljáró ajtaját benyomva a vendéglátóhely eladóterébe érkezett. Május 24-én őrizetbe vettünk egy 20 éves fiatalembert, aki megalapozottan gyanúsítható volt azzal, hogy Drágszélen egy vendéglátóipari egységbe nem akármilyen módon betört. Tulajdonképpen a tetőt megbontva a kívülről, jutott be az épületbe, először az épület padlás terébe, majd a padlás térről egy ilyen csapóajtón keresztül jutott az üzlethelyiségbe. Nem volt egyedül a nyáregyházi férfi, társa is volt a betörésben, méghozzá egy drágszéli fiatalkorú személy. Nem volt nagy a zsákmány, többek közt édességet loptak eltulajdonítottak szeszesitalt, édességet, nyalókát, csokit, rágót és ilyesmi apróságokat, illetve a váltópénzt. A trükkös tolvaj elkapásakor beismerte tettét, és mint kiderült, nem ez volt az első betörése. A nyomozás adatai szerint több hasonló jellegű bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható. Amikor elfogásra került és elszámoltattuk a cselekménnyel kapcsolatosan, akkor beismerő vallomást tett, és további hasonló jellegű bűncselekmény elkövetését is elismerte. Ezért őrizetbe vették kollégáim, és indítványoztuk az előzetes letartóztatását. Ezt egyébként a Kalocsai Járásbíróság pénteken el is rendelte, tehát egy hónapra előzetes letartóztatásba került. Fiatal társával kapcsolatban is folyik az eljárás. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, őt nem vették őrizetbe, szabadlábon védekezhet az eljárás befejezéséig.